A happy theater comedy to you all. Baldock, Sinhas, Comedia, Mindekinek. Én vagyok a színházi felelősünk a kultúrcsoportba. Jaj, a világért fel nem mennék a színpadra. Még csak az kéne, egy-két dologban be szoktam segíteni. Miért olyan művészet a színház, hogy színészek is kellenek hozzá? Én egyáltalán nem tudom, hogy leszünk kész ebben a tempóban. Már megszokhattuk, hogy Balmazújvárosra a sztárok tömkelegei érkeznek. Szeptember 29-én tovább folytatódik a sztárparádi. A város megteremtette azt a lehetőséget számunkra, balmazújvárosi emberek számára, hogy itthon is színházi előadásokra járhassunk. Ennek megfelelően évek óta nagy sikerrel futnak színházi előadásaink. Határozott koncepciót követünk, ami mentén igyekszünk minél több műfajt bemutatni az operettől, a drámán keresztül, a komikus darabokig. Nem lesz ez másként most szeptember 29-én sem. 19 órától ugyanis a Színház Komédia című darabot tekinthetik meg a nézők, ami egy szórakoztató, sziporkázó darab, és Koltai Róbert rendezésében valósul meg. Egyfolytában azzal szembesülök, hogy átírják a szöveget. Mindig van valami új szöveg. Nem lehet megtanulni. Gondolod, hogy mindent előről kezdhetnénk? Én ezt a szöveget soha nem fogom tudni megjegyezni. Van itt egy toll, fel tudom írni ide az újságra? Számos sztárt vonultat fel a darab, ez fontos kiemelni, akiket a képernyőről is ismerhetünk, többek között Ábrahám Editet, Szantusz Barbarát, Nagy Enikőt, vagy Farkasházi Rékát tudnám megemlíteni. Elviselhetetlen helyzet. Hát, én vagyok a szerző. Ennek a darabnak, amit itten próbálnak ezek a színészek. Az asszony meg a lánya. Ez a címe. Még nincs teljesen befejezve. Azt persze elvárják, hogy az ember beledögöljön a színházukba. De én színésznő vagyok, és nem súgónak szerződtem ide. Matilda, nézz rám! Hát hogy nézek én ezt a ruhát, egyszer nem tudom viselni. Úgy nézek ki benne, mint egy nyugdíjas mosónő. Hát ebben a ruhában egy szatírt nem tudok elcsábítani. Hát muszáj raffináltabbnak lennie. Ezek olyan sztárok, akiket eddig csak a televízión keresztül láthattunk. Most viszont a balmazújvárosi közönség testközelből is megismerheti őket. És mindezt egy nevetségesen alacsony összegért. 2500 forintért tekinthetik meg az előadást az érdeklődők. Nem kell Budapestre, Szolnokra vagy Debrecenbe utazniuk, és a televíziót sem bekapcsolniuk. Fantasztikus darab, fantasztikus rendező, fantasztikus színészek, totál káosz. Szerintem jól fognak szórakozni. Bővebb információt a plakátokon, internetes felületeken találnak. Ez a színház nekünk épült, így hát töltsük meg ezt a gyönyörű színháztermet. Színház komédia, ami tulajdonképpen tragédia. Főleg nekem, hogy most nem játszhatok, hanem rendeznem kell. Remek a darab, remek a csapat. Azért a próbákon bebeszállok. Mert mindig van egy-két hiányzó, és akkor kijátszom magamból a feszültséget. Aki megnézi, nagyon fogja szeretni.